Na jó, és kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, üdv itt a játszótéren, én Makan vagyok, itt lennék nektek egy World of Tanks élőadással, amiben a megcsappant kredit készletünket fogjuk egy picit feltölteni, ugyanis a következő napokban a játékban eszméletlen leárazások jönnek, mind tank, mind pedig felszerelés ügyileg, minden, hát 50%-kal lesz meg még az alatt. Plusz 28-án indul egy maraton, tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy kezdje el csinálni, hisz a Tier 8-as lengyel közepes tank, ami most fog bekerülni a játékba, prémium lengyel közepes tank, ezt lehet majd megszerezni a maraton alkalmával, és rögtön kapsz hozzá legénységet, ami mondjuk kicsit fura, mert ugye már van közepes lengyel legénységünk, de majd berakjuk valami prémium tankba, vagy nem tudom mibe. De mondjuk ez is az, csak hogy én a Cs-nek a legénységét ebbe fogom majd, ugye a Cs 59-szel nyomjuk most, tehát annak a legénységét majd belerakjuk, mert az már negyedik skillre fejlődik, azt hiszem. Üdvözlet mindenkinek, szevasztok, hali-hali. Maraton nagyon nehéz, eddigi legnehezebb, mindig ilyen, tehát utolsó kettő maraton az ilyen volt, hogy mindig ennyi XP-t kellett összeszedni. Én nyilván a tier 6-ostól tier 10-esig fogom csinálni. Vissza is vettem kettő tier 6-os tankomat, amik a garázsban voltak, ugye amik el voltak adva, mert én tier 6-ba fogom nyomni ezt a kihívást, ez biztos, mivel tier 6-ban a leghosszabb meccs is 5 percig tart, és hogyha jól szerepelsz, ugye a legjobb 10-be kell bent lenni, tehát tier 6-ban nem nehéz a legjobb 10-be bent lenni, plusz ilyen 900 XP-ket össze lehet szedni, hogyha már ezret lősz, legalább, úgyhogy az még egy mondjuk egy T-38-tel egy 6 lövés
nagyjából, az meg nagyon gyorsan összejön vele, szóval tier 6-ba fogom ezt nyomni. A legalkalmasabb tier egyébként erre, hogyha XP-t szeretnél, XP-re mennél, prémium tier 6-os tankokkal kell nyomni. Ez többször bevált már nekem. Ugye eddig kétszer, mivel kétszer volt ennyire nehéz és durva maraton. Amit meg lehet csinálni, az talán az, hogy ez a 650 alak X-ét összeszed tier 10-es tankkal, ez az FV215B-vel, ugye amit kiszedtünk kötvényért 10-es tank, azzal menne, plusz, ami még biztos, hogy menne, szerintem, az a 3500 HP, az is menne azzal a tankkal, talán. Aztán a végez első helyen a csapatodban két alkalommal szerzett XP alapján, na ez már nagyon nehéz. Lehet, hogy inkább itt már az XP-re kell rámenni, de az a jó, hogy tier 6 és tier 10-es tankkal tud az XP-t szerezni, tehát hogyha ez nem jön össze, akkor még mindig szerzed az XP-t a tier 10-es tankkal, szóval ez még így akár jó is lehet. Úgyhogy tankot kéne vennem igazából, de most nagyon megint elköltöttem a pénzt, szóval megint el fogom adni a Defendert, nem tudom, srácok, mert kell vennem fogyócikkeket, mert nagyon kifogytam belőlük, szóval muszáj lesz legalább egy 200-200 darab, 200 nagy javítót, meg 200 darab nagy elsősegélyt venni, a kicsivel nagyon nehéz játszani, és én nem nagyon szeretem. Biztonságosabb, ha nagy készlet van nálam, vagy nem tudom, megszoktam már. Eddig 700 darabon volt, csak már elfogyott. Volt sok kreditem, és most, pont most költöttem el a kreditet. Tehát igazából ez alatt az esemény alatt 1 millió kreditet lehet összeszedni, 1 millió egyet, meg ugye hát nyilván prémium tankokkal fogunk játszani, boosterekkel, mert akkor már mérne boosterekkel, és akkor még jön majd egy kis lóvé ez alatt az esemény alatt pluszban. Nyilván tier 6-os tanka nem olyan vészesen sok, de azért nyilván sokkal több, mint hogyha sima alaptankkal játszanék. Úgyhogy én már így be is készítettem a tankokat, meg mentem is velük tesztcsatákat, hogy tudok velük játszani, úgyhogy tök jó. T-78-ba rakunk legénységet, a Shermanbe szerintem nem rakunk legénységet, a Cromwell-lel fogok menni, úgy döntöttem. Szóval, hogy várjál? Te, tudok a Shermanbe rakni legénységet bizony. Szóval ebbe vissza fogjuk rakni majd az Action, Centurion Action X-nek a legénységét, így van, ez már kész is van. Tehát itt 131 ezzel nem fogok menni. Ilyen pörgősebb tankokkal fogok játszani, mint a T-30-T-85, a T-78, a Sherman, a Cromwell, a Type 64, a Rudy, meg az STRV, de inkább a Rudyval, meg a T-30-T-85-tel, a KV-2, amikor már nagyon elborul az agyam majd. Azzal, akkor majd azzal fogunk menni, a KV-2-vel. Szóval itt van 6-os tank, amiből tudok válogatni szerencsére, úgyhogy lehet velük játszani, meg szerzünk velük ilyen pontot, tehát igazából tényleg farmolás lesz az egész végig úgy, ahogy van majd ez a... És jutunk, ameddig jutunk, tehát én ezt biztos, hogy meg fogom vásárolni ezt a tankot, hogyha meg akarod rögtön venni az elején, nem is tudom mennyibe kerül. Még nem is lehet kiválasztani a vásárlás opciót, 28-a délelőtt 10 órakor aktiválódik. Ez gondolom egy ilyen 18 ezer forint, hogyha nulláról akarod megvenni. Na hát én nyilván ennyit nem fogok érte adni, viszont hogyha eljutok egy 60%-os leárazásig, ami ilyen 7000 pár száz forint, annyit meg fogok érte adni. Mert máskor a shopba sokkal drágább lesz úgy is, ilyen 10 ezer fölött lesz nagyjából az ára, ilyen 9-10 ezer körül, vagy a fölött, és akkor már nekem, tehát ez az én szubjektív önmagamnak meg fogja érni, mert tudom, hogy sokat játszok a játékkal. 6700 arany, úgy tudod, annyiba fog tényleg? Hát akkor rögtön megveszem az elején, akkor tudod, ki fog szarozni, hogyha 6700 arany az ára neki. A tier 8-as tanknak csak 6700 lenne az ára. Hú, várjál, van ilyen úgy ilyen tank, ami mindjárt gyorsan nézzük meg a fejlesztési fát, hogy tier 8-ban ilyen olcsó lenne, és 8... Hát, mondjuk itt van egy 5800 aranyos tank. Közepes tankot kéne keresnünk, ami tier 8-as és közepes tank. Tier 8, ez 7800. Hát akkor lehet, hogy lehet annyi. Simán az ára, igazad van akkor. Hát figyelj, akkor lehet, hogy nem. 50%-nál megveszem, kész, hello, ennyi, tehát hogy... Nem nagyon fogom akkor magam törni tulajdonképpen, úgyis megkapom a jutalmakat. Szia Szabolcs egyébként, szevasztok srácok. Úgyhogy 28-ától maratonláz, nyilván fogom streamelni egy részét, nem minden nap, mert minden nap fogok vatozni, de lehet, hogy minden nap, mert más viszont akkor nem fér bele az időmbe, csak a volt, és akkor minden nap volt lesz. Úgyhogy de ez majd kiderül, hogy ez hogy lesz. Na, közben, hogy ne beszéljek ennyit, át is váltunk itt tier 6-ról tier 8-ra.
és hívom is meg akkor az embereket. Grosicsot meg Szabit már hívom is megfelé ezerrel. Szevasztok, szevasztok. Szakasz létrehozása. Úgyhogy megyünk is, és mivel indítsunk egy Scorpióval. Egyébként lehet, hogy az E75 TS-t is el fogom adni, legyen pénzem. Az E75 TS-t, az Object 252, a Defendet már megint. Meg lehet, hogy ezt a 103-at is el fogom adni, mondjuk ez csak 1 millió 3. Na, amit nem használok, olyat fogok eladni. De meg van egy új szerzeményem. Szóval funnelni fogsz. Helyes, Szabi. Az csak jó a funnelás, az mindig jó jön. Jó, szóval, hát nyomunk egy 2 órás boostert. Mennyi az idő? 10 óra lesz mindjárt, 2 órás. Hát, XP boostot nyomjunk 100%-ost. Jaj, legyen 2 órás. Nyomjuk legénységi boostot is. Já, meg nyomjunk kreditet nyilván. Azért vagyunk, hogy azt farmoljunk, és nincs bekapcsolva. Jó, mert lesz izés, átváltás is. Szabad XP átváltás, szóval azt ki fogom most kapcsolni a legénységi cuccokat. Oké, és Scorpio megvan. Hajrá, induljunk, aztán nézzünk, hogy mi történik. Reméljük, szerencsésen fognak végződni a csatáink. 8 csatát mentem, ebből 5 nyertes. Ezt most nem is fogom itt lenyomni, ezt a... Ma már 8 csatát mentem. De ezt nem is fogom itt most lenullázni, mert most ez egy egész jó statisztika itt, amit látunk. Úgyhogy az marad benne. Kicsit felhúzza a live-nak a statisztikáját. Szevasztok, hali-hali, üdvözlet még egyszer mindenkinek. Na hajrá. Hajrá, hajrá. Be is írjuk, hogy good luck, have fun, aztán mindjárt jönnek a noob, fuck you, meg ilyen beírások, mert nem. Néha amúgy van ilyen. De egyébként nem szoktak. Arra általában nem szoktak reagálni a GLHF-re, valaki ír a YouTube, meg ilyesmi, de legtöbbször semmi reakció nem jön. A napokban nekem is meglett a GV Tiger P kiságyúval. Na, az igen. Noob. Az igen. Yami. Ugye? Ez az én helyem. Ide férsz még mellém, tudsz ott lőni mellettem, helyes. Na nézzük, mivel állunk szembe. Hát az a szuperhelket, az meghalt. Köszi szépen a játékot, hello. Az tényleg meghalt. Az mit csinál? Azt lehet tudni? Az elment meghalni ez a szuperhelket, láttátok? Kész. Ennyi volt, hát GG szuperhelket, az... Kemény, majd megnézzük a statisztikáját, jegyezzük meg ezt a Marek gyereket. Ennek meg kell nézni a bot statisztikáit, hát az berohant, az nem fért a dupla V-t nyomni, láttátok? Most ilyen ugye a TD-vel ilyen áruháború van, de hát erre voltak valók a TD-k a csatákba. Nem rohantak velük úgy előre, mint ez a szuperhelket. Gyere már vissza KV3, ne dögölj ott meg, mert csak páncél leszel nekik. Gyere vissza. Hollé! Ott van egy Panther M10. Az de jó lenne beütni. Nézzél már föl, légy oly bátyám. Nézzél már ki, légy oly bátyám. Nem néz ki, tudja, hogy itt vagyunk. Hopp, kapott egy leláncolást, az még annyira nekünk nem jó. Hollé, Setter. Ajjajjajjajjajjaj, ég a gyertya, ég. Setter, ég, az szép. Hoppá, kaptam egy IS-3-tól egy lövetet. No. Hú, ezek most itt nagyon bejönnek, srácok. Hú, ezek nagyon bejöttek. Oh-oh. Ez baj lesz. Willkommenstreffer.
5, 4, 3, 2, 1, kijön a panter, kap egy nagyot. Még akkor én is fogok kapni tőle egyet, de még nem biztos, így nem. Gyere panter, dick. Gyere néz ki. Legyél haverom, gyere panter. Gyere panter, gyere panter. Az IS-3 jön, nem a panter. De itt a panter. Az jó roll volt. Tetszett. Hajjá, csak mögém jönnek a heavy-k. Az annyira nem tetszik. 3, 2. Ó, te is kapta egyet. Vagy itt csinálunk egy kis helyet magunknak. Nem tudom, honnan jön a panter. Az a baj, hogy annyi HP-n van, hogy ennyi volt. Oké, meghaltam. Nem haltam meg. Ó, az pedig majdnem jó volt. Hát, ennyi volt. Csak aranyért lehet venni? Ezt nem, ez csak rendes pénzért, még aranyért sem. De jó volt. 2000 valahány százat sebeztünk. Úgyhogy jó volt. Mondjuk az a setter kigyújtás az elején, az tetszett. Üdvözlet mindenkinek. Na nézzük, mi lesz a csata. Erre itt egy kávé, itt egy kávé kettő alattad, Krasics! Kilőtték a töltőjét. KV2 megkerász hátulról. Az igen. Az kemény. Adjál annak a KV2-nek, mert le fog darálni. Vagy a lőve fog ledarálni. Még egyet a KV-ba. Ez az, szép. Az pajzsnak használt. A lőve pajzsnak használ. Kitol, igen, tényleg kitolt. Retek volt a lőve. Mindegy, sebeztünk szépen, úgyhogy jó meccs volt, jó csata volt. Mehetünk is a következőre. Mehetünk is a következőre. Ja igen, ez az új szerzeményem, ugye volt ez a tankbecserélés, és az STA-2-t, amit úgymond ingyen szereztem, frontline-ból vettem ki tankot, tehát ugye az nem került pénzbe az STA-2 nekem, azt most beváltottam erre, a VZ-re, ez nekem nagyon tetszik ez a TD, mindig is tetszett, és most sikerült megszereznem nagyon-nagyon-nagyon olcsón így. Ez a kínai tankvadász, és ráraktam ezt a Steel Hunter-ös festés, ezzel meg nagyon, nagyon királyul néz ki. Jól áll neki. Jó, mehetünk is tovább, ez gyors volt. Utálod az ilyet, Alex? Hát, ezt ki nem, senki nem szereti, a kitolják, így van. Egyébként ez a kitolásos módszer, ez nagyon csúnya. Mert hogyha már hulla, és úgy tolod a hullát tolod, az megint más, de ez, hogy élő játékos tolsz ki keresztbe, a másik elé, az eléggé genyó dolog. KV3, én szerettem a KV3-at. De hát ez egyénfüggő, ez olyan, ez annyira fölösleges ez a kérdés, hogy mi a véleményem róla, mert mindenkinek más tank jön be a játékba, valakinek ez jön be, valakinek az. Én a KV3-mal szerettem nagyon játszani. Amikor már fullos volt. Nem, mert azt hiszem 100 millis löveggel használtam, hogyha arra van, de majd megnézem. Makamnak nincsen gépigénye. De nekem olyan gépigénye van, hogy mindig fullos legyen a gépem, szóval nekem nagy gépigényem van.
Aztán épp a kávét... Igen. Igen, Szabi, hogy kávét, amikor játszol és közben iszod a kávét. Igen, ez ilyen régi poé, mint a lőve kb. Ez olyan, a lőve meg lesz lőve, a lőve meg lett lőve, a lőve ki lesz lőve. Hát ezek a kávét. Kávé játék, közben iszod a kávét, igen. Nem megy oda senki minek. Na nézzük, jön-e valaki, hogy meri ide jönni. A utas már jön. Én nem látok el odáig. Ja, mert én távol vagyok, azért nem látok el odáig. Úgy oda néz mindenki, lőjünk már egyet oda. Be kellett volna kiszedem mi. Húú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 ú
értem. Az még benyelte a 444-et. Ja, 444.hu. Hogy odaadtad neki a 444-et? Ajándék volt Makamtól neked. Az így nem lesz jó, srácok. T-44, ez nagyon bátor. Hát nem, ezt sajnos nem ütöttük be. Itt van valahol az 53 TP is. Ott megy az 53 TP. Na, azt nem tudjuk ellőni. Hú, de jó lenne, ha meghalna. Hú, de jó lenne, ha meghalna. Ez az! A legópébb tank meghalt. A legópébb tank meghalt, ami ott van a szikláknál. Most jó nagy fedezék lett nekik ott. Az tuti. De nem baj, kitartanak a srácok. Erősek. Ez iszonyat, jó, iszonyat lett nekik ez a fedezék ott a V4-gyel, de... Hát inkább, mint legyen ott egy halott V4, mint egy élő. 2-4-re állunk, ez annyira nem tetszik. Ajaj. Ajaj, ott lesznek a bajok. Hát váltsunk, nem váltunk goldra, mert izé van. Most éppen farmolunk, szóval nem goldozunk, hanem megpróbáljuk a rendelkezés álló lőszerből kilőni a tankokat, hát ami nem fog menni. Mert hogy itt tornyozni fog az IS-3, meg az ST-2 is, ha itt kinéznek. Mi jössz nekem? Ne vagy rúgva. Ott az ST-2. Fordulj! Hát én meg csak egy láncot lövök neki, érted? Mondjuk itt egy IS-3 is lőtt. Meg ott egy T-30 is. Mindjárt kinéz a szikla mögül majd, és akkor nekünk végünk van a kinézet. Ott van. Ne, nine. Ez az. Oké. Okay. Jó, srácok megfogták ott lent a K-sort, de jó. Annak örülök. Védekezünk, szóval nem jönnek a Covid. Hát igen, csak ezt a többieknek is kellene tudni, hogy védekezünk. Hát nem tudom, miért támadnak ki. Ez az áthúzott szem a nevem mellett le van rejtve.
a statisztikám meg a nevem, mert sokan XP-met használnak, és mióta le van rejtve a nevem egyébként, alig lő rám Arti. Pedig nem vagyok jó játékos. Ujjjj. Nem vett észre. Teljes. Az a baj, a háttérben vannak sok. Na, szóval sok tank van a háttérben. Olyan helyen, ahonnan minket tud lőni. Ó. Ó, IS-3. Gyere, nézz vissza. Gyere, nézz vissza rá. Ó, IS-3. Gyere, nézz vissza rám. Nem fog visszajönni? Vagy mi lesz vele? Tolas vissza! Nem jó az ott neked. Tolas vissza, IS-3. Az E3-at úgy tudod belőni. Most remélem. Azaz, még gyere, még gyere, még gyere hátrébb. Aj, szugeráljátok, srácok, hogy jöjjön hátra. Szugeráljátok, hogy jöjjön hátra. Küldjétek neki a cheat, hogy tolas, 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 tolas. Köszi. Itt egy Progetto 65, lol. Menj innen! Hát ezek amúgy már elrontották. Késő bánat, srácok, ezt megnyertük. Ezt úgy megnyertük, mint a húzat. Itt az ilyes, itt a Progettót kell csak figyelnünk egyedül igazából. Meg hogy ki ne jöjjön itt oldalt. És annyi. Hát ezt így most már megnyertük. Az IS-2-2, nem tudom mit emberkedik ott Tier 8-ason a Tier 10-es helyűvel szembe. Ne menj rá, Grosics! Ne! Meghóz! Háttérben még van kettő Kemper TD. Hát ezt bukó, ezt bukták. Nem tudták, hogy mit játszanak amúgy. Nem tudták, hogy milyen játékmódban vannak. Tehát, hogy itt kellett volna nekik valamit alkotni itt a bázisunk felé. Az a baj, ez egy 10 perces meccs volt így. Na mindegy, de jó, 3K meg lett. Szép! Amikor Lancen C még... Akkor Lancen C az... Nem tudom, hogy hol lehet. Megérte? Ami meg abszolút. Kill. 3 kill, az király. 3000 meg 1767 assist. Az tök jó. Az még majdnem 4800. Sőt, 4800-as kombinált kör lett van. Az teljesen jó. Szóval ez a tank, ez király. Volt győzelem? Aha, igen. Az előző, reméljük az lett, ez meg tuti az lesz, mert ezt most megnyertük így, hogy nem jöttek foglalni. Ó, oh, yes! Nézzünk az ég... Nézz az ég felé!
Na jó, ezt nem éneklem, mert Budapest parádé, aztán te copyrightolja, érted, olyan hangon van. Tiktak boom, szó szerint Alex egyébként. Tiktak boom volt, nekünk szerencsére. Nekik boom volt, nekünk a tiktak maradt csak. Ó, ez az 202.000 kredit. Ó, az ügön. Az ügön. Így a legénységi felüldésbe be van kapcsolva. Fuck. Na mindegy. Pedig 5000 XP-t kaptam volna ezért. Nem baj. Mennyit tudok majd át, mennyi XP-n van átváltani? Így kevés. Jó. Menjünk még, srácok, mert kevesen vagyunk, úgyhogy jöhetek nyugodtan még. Szia, Loni, hello. Tehát a Barnival meg Davival is megyek, aztán majd visszajövök titeket. Hasítsunk még egy karikát. Ez, hogyha 6700 arany lesz az a tank, ez a tier 8-as prémium cseh, az király. 50%-a leviszett 3000 pár százra, az 3000 pár száz forint akkor. Á, biztos nem annyi lesz az. Jaj, biztos, hogy nem lesz annyi, Szabi. Maga a tankára lehet, hogy 6700, csak mivel még kapsz majd egy csomó mindent, ezért ilyen 18000 körüli lesz az ára. Mivel még egy vagon cuccot ki tudsz mellé nyitni. És ugye, hogyha azokat pénzbe megvásárolod, akkor ilyen 18000 körül lesz a tanknak az ára. Biztos. Persze, nagyon hasonlítanak, mert ugyanaz, azért. Azért nagyon hasonlítanak. Ja, orosz tervrajzok alapján építették, tehát a T-34-85, meg a kínai T-34-2, az full ugyanaz. A nagyon minimális különbségek vannak köztük, mint tudom, benzintartálynak a... Hogy hol helyezkedik el a tankon például, ennyi különbség van nagyjából köztük. De ez nagyon jó egyébként, ez a TD, ez a kínai. Kínai TD-k nem olyan fergetegesek a játékban, inkább nem jók, mint jók. Bár ugye 750-es alfájuk van, mint az orosz TD-knek, ugye nem véletlen. Viszont ez a prémium, ez meghazudtolja a kínai TD ágat, tehát ez iszonyatosan király. És én tudtam, hogy nagyon fogom szeretni ezt a tankot. És tényleg nagyon szeretem. Ó, oh. Az tök jó, hogy nem spotolom föl egyébként. Ez teljesen jó, hogy még lövés után se látom, úgyhogy tök közel vagyok oda, mindegy. Tényleg, de vak vagyok. Ráadásul egy cserfutúr lő onnan. Akkor ez egy orosz tank. Hát tulajdonképpen az. Hát nem tudom, hogy menjünk-e valahol most már így, hogy ekkora nagy HP veszteségünk van. Az egynegyed HP-nk elfogyott. Több mint az egynegyed HP-nk. Ja, 30%. Sőt, mert egy boraszkót el is vesztettünk. Sad story. Majd maximum, hogyha jönnek itt, majd innen lelövöldözzük őket. Passive spotolni Lynx-el. Itt úgy is fognak szerintem jönni majd. Bár nem jönnek át, mert akkor már... Hú, várja, már lehet, hogy oda kéne fölmennünk. A T-54 van például. Hát úgy pifesz, hogy lassan két éve
Elég sokat játszok a játékkal. Látótávolsága van neki? Jaj, értem, akkor jó. Akkor jó, hogyha van a Lynxnek látótávja. Milyen mobilis? Nagyon. Mondjuk a legénység is úgy van képezve, hogy úgy legyen, de egyébként nagyon mobilis. Ezt tetszik a legjobban benne. Könnyen irányítható, tényleg jól fordul, meg minden. A Tortiz az amúgy nyugodtan mehetne. Akkor Scout, hát igen. Ó, ott egy isu. T-54E1, az egymaga fogott bemenni, az nem lesz jó egyébként. Legénység, nem, kínai a legénység. A legénység full kínai. Na, imádkozzunk, hogy Isuna jöjjön le középre, mert akkor az... Nekünk Hello van a 750-es alfájával, belénk durrant. Jó, nincs Hello. Bukó minden oldal. Amúgy bukó. Tehát ez sajnos nagyon úgy néz ki, hogy bukó lesz, így már. Mi, mekkora az átütésünk amúgy? 248. 310 a Koldé, az kemény amúgy tier 8-ba. Rip lesz át, ez igen. Sajnos igen. Ha csak itt nem alakítunk valamit, akkor rip lesz. Mondjuk ezért jó ez a tank. Ilyeneket tud csinálni, láttátok? Ne tolj! Aj, és miért tolsz? Akkor menj előre, te kuki. Menjél kuki! Ne fossá, menjél kukikám. Don't force cookie. Azaz, menjél. Ah, csak találd el a tankot, légy szíves. Hát mondjuk ezt elfoglalják. Be fognak kepelni szerintem. Na, lőjétek már ki azt a Ferdinándot, légy szíves. Helyes, na menjünk, most muszáj mennünk. Hello, hello. Végre hazajutok. Jaj. Ajj, a GV Tiger, rohadjál le. Manuál attacs. Keres rá így, Eclipse, hogy a manuál attacs FS19. Na hát ez egy... Ma mondjuk mentem olyan csatát, amiben mi 15-0-ra vertük az ellent. Tehát ez az 5-15, ez még egész jó. Ilyen csapattal. Na, ja, és nem néztem meg a Skorpiós csatát, hogy annak mi lett a végeredménye végül. Ugye győztünk egyszer Karelián, győzelem lett a Skorpiós csata, az mondjuk király. Nagyon jó. Na, akkor jöjjön Barni. Ja, meg Tavi. Ha még van. Persze, természetesen. Míg only ne. Davi, küldj neki egy barátot is, hogy lássam, hogy only ne vagy nem. Szi
Eclipse-i hagymásba, peló. Nincs itt Eclipse, nincs mit. Primo Victoria. Ha Primo Victoriát hozol, akkor én hozok egy... STRV-t. Ugye ebben is be van kapcsolva a legénységképzés, de most kikapcsoljuk. Davi... Nem, szerintem már nem jön Davi. A Davi kilépett, hát akkor hívjuk Szabit. Szabi lesz az állandó emberünk itt. És nyomjuk egy STRV S1-gel. Végre egy, de tegnap lekisted a Forzát. Hát Norman pedig király volt. Forza csak rövid. Nyugovóra térsz, honnan korán kereszt. Rendben van, Alex. Amúgy tényleg jó játék volt. Tényleg jó játék volt. Tetszetős volt nekem is. Hát az a baj, hogy STRV-vel nagyon, nagyon nagy mozgolódási helyzetben nem vagyunk. Ide tudok fölmenni, és hello nagyjából. Szabad XP-t is farmolok? Na, hát úgy farmolok szabad XP-t, hogy tankra. Mert valamikor, most pár nap múlva lesz ilyen szabad XP átváltás, hogy ugye, hogyha gól aranyért váltasz szabad XP-t, akkor egy aranyért kapsz 25 szabad XP-t. És most úgy lesz, hogy egy szabad X, vagy egy goldért 40 szabad XP-t kapsz, tehát plusz 15-öt minden a goldért. És az elég durva akció egyébként. Mert így tulajdonképpen 70% gold kell csak ahhoz, hogy átválts ugyanannyi mennyiségű aranyat, vagy még szabad XP-t. Beszélek már a zöldségeket amúgy. Hát ez itt vagy spotol majd engem, vagy nem, de szerintem inkább nem. Ha itt felni, fel, nem, a Defender kapja inkább. Hol vagy, Defi? Az igen, akancsal mindenedet, te jó isten. Azok meg ott vannak a... Mi ez egy kőrakás mögött? T44-re rá tudok nézni, hogy mi ez itt. Nem, P44, bocsánat. Átrébb megyek, mert ez így az elég veszélyes. Így jó lesz. Ha esetleg kinéznének majd egyszer valamikor, talán. De inkább ide figyelek, mert itt ezek érdekesebbek lehetnek a számomra. Hogyha mondjuk egy kicsit oldalra kijön. Úgy-úgy, még, gyere állj. Á, basszus, milyen lövészek vannak ebbe? Mondjuk az nagyon távol van az a tank, 500 méterre mondjuk. Meg mozog folyamatosan, így van, nem ütöm át. Defender. Le kellett volna láncolni. Nem tudtuk leláncolni. Itt a szú! A szú most mennyire néz föl? Na, semennyire. Semennyire. Hát akkor maradunk ennél a nézetnél, aztán innen megpróbálunk valamit alkotni. Ja, akciókor 35 szokott lenni, nem? 30, igen, általában 30, most meg 40 lesz. Úgyhogy ez karácsonykor utoljára 40. Olé! Defender kapott egyet. Ú, a reflexek, kérem szépen. Ó, gyere még egyszer így ki. Csak még egyszer. Nem kérek sokat, csak egyet. Az igen, bevállalja. Barni, azt nézzétek. Barni kemény. Barni beküldi keményen, érted? Így van, lőjünk neki egy gyenge láncot, ami még le se láncolja. 2-1, meghalt. Jó. Most már ide kellene figyelnünk erre a részre. Kinéze, ahogy nem néz, de kinéz, nézd meg. Nézd meg, kinéz. Úgy van, pattanjál. Ricochet.
November végén megint lesz ilyen nagyobb jutalom? Nem tudni, mi lesz. Ugye tavaly nem volt például... De hogy tartok arra a pozícióra, adjad már, hülye vagy. Ugye tavaly nem volt Halloween. Nem volt ilyen Halloween-i jutalom sem, meg semmi. Szóval idén annak is kellene lennie. Itt volt valahol a T54, de nem látjuk. Ó, nem már, hogy láttuk volna a szút. Azaz. Az egy kő volt, az a baj. 4, 3, 2, 1. Ez az, definci lövés volt. Oké. Okay. 2, meghalt, helyes. Aj, basszus, ezt nagyon, a fák között nem szeretek meg ilyen dimbes dombos helyeken lövöldözni, mert rohadtul nem látom, hogy hova kéne lőni. Mondjuk nekünk kellene foglalnunk, az baj. Most bújt el. Object 263. Hát ezt nem ütöttük be. Nem baj, kapott egyet. Szép óvatosan. Az a baj, ezt bukni fogjuk. Nem baj, igazából kreditet tudok kihozni belőle, XP-t nem. Rendben van, Norman. Jó éjszakát neked. Persze, persze, természetes. Természetes, hogy már 10:30-kor lecsukódik a szemed. Jó éjszakát mindenkinek. Kapnád a 7-es Prime tankot? Ah, annyi idős lett az akkuntod, akkor biztos, hogy kapnád. Hello, 263. Hát én lövöldözöm bőszen, srácok. De ez sajnos ilyen. Szerbusz csongos, hello. Ó, ne már! Ja, Istenem, mikor itt nem látod, hogy hol vagy a lőszer. Ajj! Fölé! Ojaj! Ojaj! Én nem ide jöttem, nem ezt akartam. Oszta! Hát ezek megtaláltak. Ezek megtaláltak, srácok. Fél liter ékideg tejintejét iszol, az kemény. Na. Sokat költök el a játékra? Mi a sok? Ez csak a mérték kérdése. Költök rá, mert bár ingyen van a játék, de nincs ingyen valójában. Ha normálisan szeretné játszani, akkor nincs ingyen. Meg ha szereted a tankokat, akkor nincs ingyen. Na menjünk egy renegédet. Úgyis rég kaptunk ki a renegéddel. Szia, Barna. Tehát ez csak a beeltetés az ingyen játék. Vereség. Hát gyorsan kijött a tank. 85 ezer kredit. Az nem rossz. Egy vereség csatából. 85 ezer kreditet kihúztunk. Mire szokta mindenre? Tankra, goldra.
Erre, hát igazából erre a kettőre lehet költeni a játékba, tankra, goldra, meg prémium napra, de azt nyitottam eleget a karácsonyi ládákból, úgyhogy azt nem kell vennem. Van 390 vagy mennyi prémium napom. Tier 8, de nem a megszokott Tier 8 helyre fogunk menni ezzel a hajóval. Tehát nem a heavy helyre pontosabban. Na, ezt még nem kellett volna. Lelassultam, aztán meg számít nagyon, hogy milyen gyorsan megyek át. Menjön a Nomer! Így kell, látod? Fölment egy progettó. Fölengedtek egy progettó, te ne csináld már. Nincsen izé. Öcsém, fölengedtek egy progettót, hát beszarás. Nincs arti, mondjuk az jó, ha nincs arti. Olé. Ó! Oh, előttem föl. Az most mit csinál az a tank? Bétel? Nem. Nem bétel. Új, itt van egy TS-5 a háttérbe, várjál. Na, a harmadikat is lőd el, úgy-úgy. Rohadj meg. Köszi, hogy átengeditek amúgy mögém a Skorpiót, nagyon kedvesek vagytok. Skorpiót, a Progettót. Tehát annyira jó fej az a Skorpió. Nézd meg megint. Lesz a skorpinyó. Mindig skorpiót mondok a progettóra. Valamiért. Nem tudom miért, ez ilyen berögződés, vagy nem tudom. Az, hogy itt három progettó van, 5 hétre állunk. Így, az nagyon rossz. Ott srácok, menjetek kéne azon az oldalon, nagyon. Három progettó van igazából, mert fönt is van egy. Nagyon-nagyon rosszul állunk. Úgy van, üssél be, persze. Hogyne!
Ja, hoppá, ott nem tudok átlőni. Ott tudnék csak, odáig eljutna. De megy, úgyhogy el fog jutni odáig. Léci, adva léci. Azaz. Hát elfogytak az embereink. Mi van, nyomi? Azaz. Hát, hogy két skor, vagy két progettó. Jaj. Köszi Márton a lájkot. Mindig skorpiót mondtam, most a progettó, nem tudom mi van az agyamba. Beégve. Hát én bevittem a sebzést megint. Mindjárt gyorsan elhullanak az emberek. Nem, sokszor nem éri meg elmenni a heavy sorra. Például ezért nem volt érdemes elmenni a heavy sorra. Itt sokkal többet tudtam tenni a csatáért, de hát sajnos ez jutott. Szia Andris, hello, hello. Sajnos ebb van, na hát ez csak meghal már. Köszi már neked is a lájkot. Melyik pancél volt, ezt tudom a jelen elsőnek, mármint kihúzhatót kalapács. Nem akarod elhinni, hogy ez kevés? De hát látod, Bertold. Ez kevés. 3478, az kevés sebzés. Ami két progettónk, az, azt nézd. Nézd a progettóikat. Nézd a mi progettóinkat. Két dupla nulla, ezek meg topsebzők. Az egész csatába, úgy az egész csatába, hogy az ellenfeleket is belevesszük, én sem vesztem a legtöbbet, mégis vesztettünk. Hát ez ilyenkor egy kicsit olyan, van érdekes. Menjek orosz tankkal? Megyünk orosz tankkal. Menjünk a Defenderrel akkor. Melyik oldalon indulunk? Na, ez érdekes lesz. Hú, tier 8. Az még érdekesebb lesz. Nincs arti. Na, az mondjuk jó, tetszik. Szakalapács, ott tartottunk, hogy páncélvadászt melyik tudom ajánlani. Hát, hogyha kihúzhatót szeretnél, akkor amit legjobban ajánlok, egy szinten van mindkettő, mármint hogy mindkettőt ugyanolyan nagy szívvel ajánlom, az STRV, a svéd TD-ág, meg az oroszoknál van a, aminek az a vége, az a 10-es tankja, hogy Object 268 V4, nem a sima, hanem a V4, na az. Én nagyon régóta el szeretném már kezdeni azt az ágat, csak ugye folyamatosan kredit hiányban szenvedek, aztán így nem tudok neki kezdeni annak az ágnak. De a V4-et én már nagyon-nagyon régóta ki szeretném húzni, mert az egy iszonyatosan kemény páncélvadász. Az olyan páncélvadász, hogy azzal menni kell előre, mert az tulajdonképpen nagyon nehéz beütni, és nagyon jól lő. Pontos is, iszonyat páncélja van neki. Tehát én azt ellenfélként nagyon félek tőle, amikor szemben van velem, mert egyszerűen nagyon, nagyon minimális gyenge pontja van szemből neki. Oldalról is nehéz egyébként beütni, de szemből brutális. Amikor ide jövök, ez nem biztos, hogy hasznos lesz a csapatnak. De majd meglátjuk, hogy mire jutunk át. A Kaisler-t, a Girlfriend Kaisler-t, azt hogy nem fog beütni Sidescraper-vel.
Nyomjuk egynek egy visszavonulást. Gyere vissza, haver! Gyere vissza! Ah, ki fogja nyíratni magát az AMX. Úgy, gyere vissza. Hadd jöjjenek a haverek. Itt nem tudok kinézni, szóval mindenképp ki kell mennem ide előre. Csak oda megy, nézd meg. Csak oda megy. Miért megy oda? Meghalni megy oda. Felderítve Boraszkó. Hol van a Boraszkó? Ó! Oh. Hello, Mr. Boraszkó. Köszi szépen, hogy odahaltál, mert itt most már rohadt nehéz lesz őket ellőni. Nagyon köszi, Amix. Nagyon köszi, hogy odahaltál. Istenem. Mert így lesz az igazán nehéz ellőni őket. Hisz van ott egy plusz páncéljuk. Ki van tolva a sarok egy tank páncéljával. Jaj. Ja, ő beült, oké. Jó, hát ez bukó. Ez bukó. Megint, amikor... Ah, mindegy, nem is mondok semmit, mert fölösleges. Fölösleges is bármit is mondani. Minek is hátrálok? Mennék meghalni, az hello, ennyit most. Semmi értelme az egésznek. Töltsé már! Az a nyálat. Jó, hát igen. Erre mit lehet mondani, srácok? Odahalnak páncélnak az emberek. Erre nem lehet semmit mondani. Ja igen, ez lesz a kihívás. Az első meg lehet csinálni 10-es tankkal, könnyen, még ilyen szarjátékosnak, mint én. A másodikat is talán, ha szerencsém van. A harmadikat végez az első ilyen csapatodba két alkalommal. Szerintem ezt hamarabb meg lehet csinálni egy jó 10-es tankkal, mint a 9000 XP-t. Majd kiderül. Majd kiderül. Már meghívtalak kétszer.
Jó, akkor megyünk. Telik a szorzóm, nem úgy van az. Kedvenc tankosztályom a tankodász. Azon probléma ezek a srác, hogy nincs kamúja egy csomó embernek a csatában nálunk, és... És akkor mi van? Mi van, ha nincs kamójuk? Mit számít az? A 2% az semmit nem számít. Oh! Azt ellőttük! LOL! Hát az milyen lövés volt, kérem szépen! Ó, de jó, na rájuk látnék. Ó. Nem. Azt mondta a tank, hogy no. Unod ezt a tankos játékot? Hát, akkor van egy piros X, Jani, és akkor ki lehet kapcsolni. Minek kell ide jönni kommentálni? Nem megyek Leopárdal, mert nem 8-as, hanem 10-es tank. És most tier 8-ban van farmolás. Apa, hát ez mellé ment. Nagyon erősek az orosz tankok, és iszonyat pontatlanok, így van. Mindenki ott van, aki számít, úgyhogy menjünk mi is ide, itt keresztbe. Ez kár volt kilőni így, mindegy. Azok nagyon be vannak tömörülve. Jó itt Szabi, hello, hello. Jövünk már kicsit ritkítani rajtuk. Kire fogok rálátni? Senkire. Menj már itt, mennyi HP van, te jó isten. Jövünk. Hello. Skorpió eltűnt. Az zavar egy kicsit azért.
Azt nem lőjük el. Jó, már csé, hat, csé, mi vagy? 44, hagyjad már. Ajaj, azt nem lövöm el. Nézd a kis retket. Hol van a csé? Majd lik odaig a csövem. No, 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 no. Ez mondjuk baj. Az képest, hogy milyen jól álltunk eddig. Szép. Nagyon szép. Hú, ez jó volt. Nincs ilyes hármam. PS4-re van olyan volt? Más a PS4-re volt, mint PC-re. Megcsináltunk valami küldetést is egyébként, Unió 4. $350,000, na ez nagyon jól jött most, ez a $350,000, jutalmat kaptam. Teljes is kitüntetése az Unió 15 személyes jutalom. Olé! Király. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ezt el is használjuk, hogy legyen egy kis plusz XP-nk. Misty, GGVP, wow! Na, valaki ránk írt. Melyik csapatból? Előzőből? Valami Misty. Aha, Red Misty. Igen, igen. Defendert, hogy a 703-at? Hát, nem tudom. Mindkettő jó tank egyébként. Én ezt is szeretem, ezt a 703-at. Most kimondott a jó kör volt vele. Mit fejeztünk? Bevele egyébként. Ez várj, ez még ez kész van, nem? Hát úgymond kész van, hogy váltottunk rá ki cuccot. Azt hiszem. Igen. Mindjárt megvan a T55A. Wow, miket kell megcsinálnunk? Ja, 6000 sebzés TD-vel. Igen, az necces, nagyon. Ezt nem tudom megcsinálni, pedig ez nem is olyan nehéz küldetés, hogy okoz 2500 HP sebzést ellenséges páncérvadásznak. Ez nem olyan vészes, amúgy is mégsem tudom megcsinálni. Ezt meg majd Izzyvel megcsinálni 10-es light tankkal, szóval addig még várnunk kell. 2000 HP sebzést kell okozni, igazából az a nehéz benne. Az 1800 életerő assist az nem. Itt egy 10-es light tankra kell várni, tehát ez azért nem fog elkészülni ez a küldetés egy ideig. Kiméránál hol tartunk? Hát sehol. Kiméránál nem tartunk sehol tulajdonképpen. Most csináltuk meg ezt. Semmisíts meg 4 ellenséges erővet, 2 különböző típusból, igen, meg éljem túl a csatát. Most mi jön? Okoz 12 alkalommal lövéses sérülést ellenséges járműnek. Semmisíts meg 3 ellenséges járművet. Kínaival vagy orosszal lehet megcsinálni. Érdekes, érdekes. Már megyek ezzel. Azok már elég nehéz küldetések amúgy, ahhoz már kell a tankállomány, hogy azok meglegyenek. Hát Kalapács, a kérdésedre kicsit konkrétabban válaszolva, szia Márton, jó éjszakát. PS4-re van VOD, meg Xbox-ra is, de nem tudsz PC-sekkel például játszani együtt.
De ha jól tudom, ugyanez a VOD. Tehát, hogy nincs különbség a konzolos VOD között, meg a PC-s VOD között, de nem tudnak együtt játszani. Tízes tank is van, de jó. Mondjuk egy arti, egy közepes tank, meg egy light. Mondjuk a light az EBR, a miénk. Az ő lightjuk a T-100 LT, ami régen volt az OP light, most már EBR mellett eltörpül. Ez érdekes lesz ez a csata már most. Más egy kicsit a neve? Nem, mert annak is sima World of Tanks a neve, tehát nincs semmi speckó neve, én úgy tudom legalábbis. De nem jön senki más tőlük? Még kettő heavy hiányzik a térkép, nem, egy heavy hiányzik a térképről. Hát meghalt a lightunk is. Úgyhogy most már van még egy lightunk, csak hol? Ja, hátul az LT-432, ez így el van magának. Na, végre megölték, király. Itt nem leszünk jók. Ezek itt benyomják ezt az oldalt olyan lazán, másikat vagy csak nem. Mondjuk nincs ott senki, tehát 1-4 az állás már most. Egy öt. Very nice. Arra kellene rálátnunk arra. Már valami spotol is. Az jó, azt szeretjük. Ott van, aki spotol. Azt hittem, én sebeztem meg. Azaz, még lőjetek. Alul úgy védem a lövéseket. Hagyjad már meg a... Mindjárt meghalok. Ja, hogy itt van egy M103 mellettünk. Aha. Most már értem. Még megállították. Ebből még akármi is lehet. Például, hogy meghalunk. Ah. Mikor Leopárt csak... csak elbánik vele. Van egy udes a háttérbe. Miket pattintunk amúgy? Ezt figyelitek, srác? Nagyon durva. Nincs látótávom, az a baj. Szóval ez így bukó.
Hát ez ennyi volt. Ennyi volt ez a bot. Ó, nem. Ó. Á, gyorsabban töltött. Na hát, igen. De legalább elmentek volna foglalni az a öt nyomorék, aki ott elő van, hogy nem jöttek vissza amúgy segíteni. Nyomták előre, de minek, amikor itt volt hátul már a fél csapat nekik? Jaj, nem akarom megszüntetni. Minek nyomták annyira előre? ...2018. decemberre óta fotozok. Ez egy full tier, 8-as csata, 1 arti. Ez még akár jó is lehet. Ez még akár jó is lehet. És a másik, ami jó lesz, hogyha 10-essel fogunk játszani valóban a maratonon, 10-es tankkal, akkor még kötvényt is fogunk farmolni, nem is keveset. Még 6-ossal. Á, nem, elég megpróbálunk 10-essel még, amikor még észszerűek a küldetések. És amikor már nem a mi szintünknek való küldetések vannak, akkor váltunk át 6-os tankra. De addig farmolunk egy kevés kötvényt, ilyen 50-60-at kb. Úgy... Nemrég vettem meg ugye srácok ezt a Libertét, meg ugye az FV215B-t, ugye 20 000 kötvényt akkor el is költöttünk, és már van 3 000 nem tudom mennyi száz kötvényem megint. Azóta pedig mostanában nem játszok aktívan a játékkal, meg hát 10-es tírbe meg még annyit sem megyek, és valahogy mégis összegyűlt. A kötvény erre már 3 000 van, úgyhogy hamarosan vehetjük a következő 8-as tankunkat. Ó, csak gyere ide! Azaz, gyertek, gyertek, csak gyertek. Olé! Úgy, az úgy tökéletes nekem, ha úgy lősz. Nem látok rájuk amúgy. Most én vagyok vak. Vagy eltűntek előlem. Ott valaki duplázott. Ide lehetett hallani duplázást. Ott van, megvan. Most már lát minket. Hát nem fogsz belőle minket IS-2-es, az biztos. De miért nem lát? Ott van megint. Aj, de szarom úgy, hogy el. És nem! Nem lőttük el a tornyát, tényleg? Az a baj, mennék előre, csak hát, na. Egyedül itt nem merek bemenni. Ők ott jól benyomták már a bázisuknál. Pedig menni kéne előrébb. Muszáj. Mondjuk ott van a... Áááá, nem tudom. Nagyon veszélyes, amit csinálok, srácok. Ne csináljátok utána. Mert most... Tvérszemet kapnak, és nincs kiség, nem jó.
Nincs ki segítsen hátulról. Ide gyertek, egy páron, ketten, hárman. Azaz, jön a másik AMX. Így már picit bátrabb vagyok. Ez az, adjunk neki. Köszi, ajaj. Vigyázz, vigyázz, ijjjjjjj, egyedül maradok. Hol van innen az IS-2? Nagyon szép. Hú, de nagyon jó. Hú, most elég kiegyenlített lett a csata. 8-8. Hahaha. Ott vigyázzál, mert ott lesz a Lorraine a háttérbe. Vigyázzál, mix magadra. Rég nincs fék. Opa! Na, de jól ül egy lőszerre kezd, érted? Ajaj! Azt kell kilőni, ami sokat tud lőni. Hát, elfogytunk. Ez csúnya volt nagyon itt a végén. Elfogyott a csapat. Ahhoz képest, hogy mennyire benyomták, szerintem túlerőltették azt az oldalt már, és... Nem kellett volna annyira menniük. Hát mindegy, ez van. Melyik pályát nem szeretem, ami bannolva van, meg még azon kívül egy párat. Tundra, meg Empire's Border, ezek vannak kibannolva most. Aki akar jönni, srácok, az írjon rám, EU2, Tier 8, úgyhogy lehet jönni játszani nyugodtan. Nyomhatjuk szakaszba, fullos szakaszba. Fú, itt ezen a pályán derék heavyztem erről az oldalról, te jó ég. Azt sem tudom, hova kell menni heavyvel itt. Nagyon durva. Rég voltam már ezen a pályán. Defenderre meg aztán... Fú, szerintem még nem is voltam ezen a pályán. Mert egy csomó ideig el volt adva ez a tank, de... Hát szerintem megint erre a sorsra fog jutni, mert kell a kredit. Aztán mindig ezt adom el valamiért. Talán azért, mert 2 millió kreditet kapunk érte, vagy mennyit összem. Most jó, jól jön a kredit szerencsére. Az bátor volt. Basszus.
Léci, 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 léci. Eltaláltuk szerintem. Nagyon úgy nézett ki, hogy eltaláltuk T-92-t. Azt eltaláltuk, annak alig van HP-ja már. Boraszku megúszta. Szia Gábor, hello! A Boraszku az rendesen megúszta egyébként. A halált. Honnan véd a Su 101? Akkor ez egy igen jó manőver lehet. Got off. Nyeee, Su 14. Ne lövöldözz ide, köszi. Pam, 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 pam. Hát Szabi, az tényleg sajnálatos, de amúgy tényleg van ilyen, amit írsz. Én, menjünk, én. Rá tudunk nézni valamire, nem? Innen nem látjuk. Ó, ott van egy olyan tank, hogy akartam jönni, de jó, hogy nem most rosszra jöttem, jó ez a... De nem lesz 1000 sebzés, bár lesz 1000, mert van egy blindunk. De amúgy elfogytak az ellenségek, ahogy látom, ja. Nem fogunk odaérni. Hát azt kivégzik már. T26 E5 Patriot? Amúgy igen, megéri. Hogyha tudsz vele tornyozni, akkor nagyon megéri amúgy. Tehát a kötvényből éri meg csak Benedek egyébként. Bende, bocsánat, Attila. Most nézem, hogy Bentek Rácz Attila, akkor ez két vezetéknév. Hát először Szabi, azt ajánlom neked, én sok embernek mondtam már ezt, de először tankvadásszal kell játszani, mert azzal a pálya hátsó felén kell mindig tartózkodni, legtöbb esetben. És meg tudod nézni, sok játék után persze, hogy meg tudod figyelni azt, hogy melyik tankkal hova mennek a pályán. Ugye a térképet kell ilyenkor nézned, és hogy melyik tankkal hova szoktak állni úgy nagyjából. És hogyha ezeket szép lassan nem kell tanulni, hanem így rád ragad, mert én sem tudtam az elején, csak így rám ragadtak ezek a dolgok, és utána nagyjából már tudom, hogy mivel hova érdemes menni. Néha van olyan taktika, amikor azt alkalmazom, hogy máshova megyek, mint ugye például a Renegade-del is ugye tök máshova mentem, mint ami a Renegade-nek a pozíció lett volna a Gretschepályán, és milyen jól tettem, mert úgy 3400-at tudtam sebezni, amúgy meg lehet, hogy 1000-et lőttem volna, aztán kilőttek volna. Mondjuk vesztés lett a vége, tehát ugyanúgy lényegében, de mégis ez egy jó taktikai húzás volt. Na itt, hogy hova menjek? Hát ez... Csapasd először inkább páncélvadász. Én azt ajánlom, mert oda nem kell ismerni annyira a pályát a páncélvadászhoz, mivel az mindig a hátsó harmadban van legtöbbször a páncélvadász. Hogyha nem ismered a pályát, akkor meg kinézel magadnak egy ugyanolyan tankággal
játszó játékost, és akkor mész utána. Én legtöbbször ezt csináltam. És akkor lényegében megtanul egy idő után. Meg páncélvadásszal van időd nézegetni a pályát. Hol van egy domb, hogy szerinted hova lehetne később bújni. Hol van egy szikla, ami mögött egy másik tank ellen lehetne bújni, hogyha lőnek. Tehát ilyeneket meg tudsz nézni. Meg hát streamek. Én mindig egy csomó streamet nézek, még most is, folyamatosan. És akkor az alapján így csak nézed, vagy csak csetelsz, vagy valami, de így rád ragad akaratlanul is a dolog. Kutyaház. Fú, de előttünk mellette. Ezt le kell rombolni, ezt a kutyaházat. Ez nem jó helyen van ott. Szűküljünk rá. Fú, de. Kutya nem volt benne. Nincs benne kutya, srácok. Most már. Szóval én ezt ajánlom. Nem vagyok jó játékos, meg semmi. Nem osztam itt az igét, de... De... Én ezt ajánlanám. Nem jó a csőlehajlásom. Ja. Az ott egy IS-4. Mikor annak nincs csőlehajlás, úgyhogy attól nem kell félni, hogy átjön. Inkább a 4.30 óra kellene nekem lőni innen. Ajaj! Ajajajajaj, na igen, hogy oldalról ilyenkor viszont nagyon veszélyes a dolog. Jó, meghalt az ő light tankjuk, az király. Az tetszik. És mindig ilyenkor tűnik el. Ott van. Nem látok rá pont. Íj, bakker. Jól áll amúgy. Az IS meg nagyon kemény lett most, szóval azzal... Lőnek rám. Lőnek a domb oldalról. Támadja még 7 szek, jól van. Az övémmel eltalált csak azért. Jó, ő is kapta. Lövünk egy kis bája. Olé! Tiltó listán van ez a pálya, jogos egyébként. Kettőt az állás, az annyira nem jó. De mi van? Találd már el a tankokat, basszus. Jó, mondjuk a Boroszkó meghalt most. Nem? 5-ös, 1-es. Majd egy tier 10-es tankkal kell harcolnom. Nem kell amúgy, nem tudom miért mi jövök. Visszatolod, akkor hello.
De érted, nem ütöm be sehol, bazd. De. Olé! Nagyon szép. Mi van, öcsém? Középen lehozzuk progettóval, érted? Még nagyon kevés HP-m van, egy lövés vagyok a legtöbb tanknak. Ja, bőszen lőnek is ide egyébként. Hát ezt elvesztettük. Nagyon úgy érzem. Ó. Oh. Nem. Persze. Istenem. Nyomorék emberek. De jó volt végül is. Progettóval jót nyomtunk. Jót nyomtunk a progettóval. Ismerem Felanti? Persze, igen. Már beszéltünk is egy pár szót. Scorpio G-vel? Hát attól függ, hogy milyen pályát kapunk, persze. De az IS-4, Tier 8 vs Tier 10, azt én nyertem. Tehát az 1v1 az IS-4-jel az nekem. Ez nekem volt jó, úgyhogy igazából jó csata volt végül is, egy tier 10-es tankont kipicsáztunk. Jó igaz arti segítséggel, de neki is volt arti segítsége. Az más kérdés, hogy csak a végén lőtt megint az utolsó 15 HP-ra rám az ő artiuk, de az IS-4-et azt... Ezen a pályán általában az nyer, aki kilent kezd. Ott van nekik a domb. Hát nem biztos egyébként. Hát attól függ, hogy milyen a csapatod. Szakasz csatában. Valentin még élt. Ó, én meg csak így kiléptem. Igen, majd visszahívjuk akkor Valentint. Addig megyünk coolerrel egyet. Scorpio G. Cooler rakja tankot. Mehetünk. Isu 152, az jó. Blokk 1-nél tartunk, mi az? 5000 sebzés. Itt meg 6000. Na, hát ez király. Egyikbe 5000-et kell sebezni, a másik meg 6000-et. Hát az se ezzel a TD-vel lesz meg, bár meg lehet csinálni végül is. Ha úgy jön ki a meccs, bár akkor nem kempelnünk kéne, pedig azt fogjuk csinálni. Hát én ha TD-vel vagyok ezen a pályán például, ami a highway, neveket sose tudom. Én mindig nagyjából ugyanoda szoktam állni. Mindjárt mutatom, hogy hova. Ide. Nem döntök ki fát, mert az gyanús az ellenfélnek. Ide szoktam állni mindig, és akkor itt. Amit a T49 majd esetleg felspotol, akik ott oldalról mennek, azt ott frankon lehet lőni majd. Már T49-re lőnek egyébként. Nem tudom, hogy kire lő egyébként, mert ő nem látja a kire lő. De itt szoktak lenni mindig emberek. Csak spotolnia kell a T49-nek. Na azt nem fogjuk eltalálni. Az biztos. Ezen a pályán. Azok meg a látóteremen kívül vannak.
Az a baj, még a 13.90 él, addig nagyon nem tudok mit csinálni. Hú, mondjuk az nagyon jó játszik. Ó, Boraszkó! Elbújt, de mindegy, lebontjuk a házat. Már az is jó. Lőjünk oda. Itt látunk innen. Nem látom, hogy merre megy. Egy gondom van. Kritikus, ú, de utálom. Ajaj! Az baj. Hát igen, ez baj. Na igen, ezért veszélyes ez a hely, amikor már bejön az ellenségnek a light tankja. Akkor vége. De hát látszott a csapaton. Ez lesz a végeredmény úgyis. Na, győztünk, király. Renegéd, de 127 ezer. Na, coolert vissza fogjuk majd hívni. Valentin, nem tudom, hogy kilépette vagy nem. Levente. Már jöhetsz is. Valentin elment szerintem. Jó, hát akkor... Jót játszottunk. Várj, menjünk egyet a... Suszász 30-al olyan rég játszottam. Legénységet rakunk bele. Nem tudom, miből szedtem ki, de rakunk bele. Object 268-nak a legénysége, jó. Ja igen, ezt kiveszük a pipát honnan. Gyűjtsünk vele egy kis XP-t. Jó. Várjál, nem. Na. Nincs kész. Ez, ebből még van a raktáron. Jó. Akkor mehetünk. Szia Laura, hello. Na, úgyhogy, hát ez nem volt egy jó bemutatás a dolgoknak, azon a highway pályán TD-vel, de ebb van. Ez jutott. Ennyi volt megírva nekünk arra a csatára. 3 millió kreditem van, az jó, azt tetszik. Fú, na hát itt ez nagyon nehéz egy hely. Szia Wolfi, kiálló. Mennyi TD van? 3. Kíváncsi ezt abból a 3-ból. Én jövök ide. Meg a WZ? Vagy nem, mondjuk az UDES az AFK, úgyhogy lehet, hogy az is ide fog jönni. Az annyira nem jó. Meg a HVK. Menj innen. Hova mész? Úgy. Istenem, emiatt a retek miatt spotolnak föl minket itt. Igen, nem spotoltak, de a meglőnek miatta. És nézd meg, is ide lőnek miatta. Engem ne találjanak el, az a lényeg. Az nagyot kapott.
Látják. Őt látják, engem nem. De ki látja? Valahol van, úgy meg van bújva valahol egy light, az tuti. Aki pont ide fellát. Valószínűleg itt lesz valahol. Nagyon ide lövöldöznek. Hallani, hogy ide lőn a lövedék, mindig becsapódik a hóba. Hát ez mondjuk így eléggé... Hát ne úgy is mondjam. Még a legkisebb tankom? A Tier 2-es. Kaptuk most. Ingyé. Hát most megpróbálok kinézni. És spotoltak is. Tudtam, basszus. Valaki itt van ezen a helyen, és egyszerűen... Kidöntjük a fát, hogy ez később ne zavarjon minket semmibe. De hát nem látjuk azt a kis genyót, aki spotol. Bár lehet, hogy ott van. Nem. Nem ott van. Itt van a kis genyó, megvan, T92 volt. Én mondtam, hogy van valami kis szemétláda, aki spotol. Nulla nyolc, ez komoly! Az úgy jó lesz. Olé! El van lőve az ágyú. Mindegy is. Mindegy is. 1-11. Hát srácok, ez a csapat egy nulla volt. Ezek egymást tologatták itt. Felszpotoltattak itt minket, ide lőtt a izé. Hát srácok. Komolyan, mikor hétköznap este se lehet már játszani normálisan, akkor mikor? Akkor mikor, ha hétköznap este se lehet játszani? Azért megyünk egy artikört most. Nem a legjobb pálya, de nem is a legrosszabb artizásra. Üdvözlet mindenkinek, szavaztok srácok. Nagy csönd van a cseten. Alszatok? Fél 12-kor mondjuk nem csodálnám. Kellemes ágyú hangokra itt elalszatok.
Én sokszor alszok el volt videóra egyébként. Olyan kellemes a zaja van a tanknak. Na, Alpine Tiger esetleg? Nem. Az nem fog játszani. Belőjük. Erre viszont... Akár még jól ide fog bújni. Lőtt ki estély a léci? Nem lövi ki. Mert nem fog kijönni onnan. És ez megy tovább, vagy nem megy tovább? Szép! Négy, három, kettő, egy. Nézd meg az Counter Artit, a kurva anyját. Akkor még nem állunk készen lövésre, az azt jelenti. Retkes Counter Art, de komolyan. Az azt figyeli, hogy mi mikor lövünk. Hú, azt hittem engem lő ki. Amikor piros a kör, az azt jelenti, hogy még nincs kész a lövésre az arti. Még tölt, az azt jelenti. Hol vagytok? Megfulladt? Akkor lehet leláncoltam viszont. Hol vagytok? Artikok. Ezek már nem lőnek, már félnek. David Tiger Arti megsemmisítette. Az igen, hol volt nagyjából? Onnan jött a lövés. Van, tudtam. Uhum!
Arra már nem töltünk be. Mindjárt megnézzük, hogy belehalt. Azt nem is vettem észre, hogy belehalt a T-34, de ez most ki fog derülni egyébként. Mert lehet, hogy beleláncoltuk a vízbe amúgy. És az itt a csata részletezőinél fog kiderülni, mindjárt, hogyha kiírja. Egyes szintű matrica kaszás. 596. Hát annyit nem sebeztünk vele, szóval ez megfulladt. Ha lelőttük a lánctalpát, bizony. Igen. Nekünk számolta el. Ellenséges jármű megfulladt. Igen. Bizony. Leláncoltuk a vízbe és megfulladt. Az komoly. Nem volt már javítója, mert elhasználta előtte. És befulladt a vízbe. Az kemény. Az nem semmi. Hát ezzel megyek még egyet, ez nagyon jó volt. A coolert is hívjuk, mert őt kiraktam egyszer véletlenül. És hát nem véletlen volt, csak nagyon hamar meghaltam. Hát jövök még egyet ezzel, ez jó volt. Plusz 130-e megyünk majd, persze. Hogy meghalt, szegény. Hú, azért lehet, hogy kicsit mérges volt. Mi semmisítettük meg. Hú, na itt nem tudom, hogy kell artizni. Berlint és a Pearly Worth mindig akkor kapom, hogyha a live-ba vagyok. Egyébként nem kapom sose ezt a két pályát. De szerintem én itt maradok egy helybe, az a múltkor is, múltkor se volt rossz amúgy, azt hiszem. Majd megnézzük, hogy hova tudunk belőni, meg hova nem. Így. Lehet, egy picit arrébb megyek. Ott meg házak lesznek, nem tudom. Egy kicsit tolatunk, jobbra-hátra megyünk egy picit. Hogy a heavy rész ott a városon belül tudjuk egy picit lövöldözgetni. Kint van a menetrend csatán, csanád a Discordon, kint van. Van egy menetrend szoba, ott minden információt megtalálsz a kérdéseiddel kapcsolatban. Szia Ádám. Na. Fú, hát ez így nagyon jó lesz. Nagyon jó. Itt ez pont jó ez a hely. Már hallom is, hogy egyébként itt valamit törnek. Picit gyere előrébb. Csak egy picit gyere előrébb. Az így nem lesz jó. Hát egy picit kapott, meg is lett láncolva. Muszáj volt belőni oda, hogy érezzék, hogy nem lehet ide bejönni csak úgy. Büntetlenül. Mikor Gévi az jobb helyen van, mint én. Hát oda nem tudunk belőni, a GV viszont igen. Itt meg volt egy isú tényleg? Hova akar ez menni? Nem merre magam előni, annyit forgolódik. Táraz amúgy. Hát sajnos azt elrontottam amúgy. Ott van az isú. Az isú járt neki. Aha, és jól el is bújt.
Nem bújt az el. Azaz. Hú, de szép. Még spoton marad? Oh, persze már! T43. Hát... Meri el. Az a baj, nem splashelünk akkorát. Majdnem meghalt, de splashelünk akkorát. Mindjárt éjfél. Ja. Így van. Három méter. Ezt régen nem írta ki. Tök jó ez az újítás, amúgy tetszik. Kiírja, hogy mennyi méterre fogunk lőni. Álljál meg! Ez távol van nagyon. Rain Metal Boss? Nem tudom, hogy jó tankja, mert nincs meg. Nem játszottam vele még semmit. Biztos jó egyébként. Hú, ez nagyon álló háború, úgy senki nem fedez föl senkit. Nagyon az Artikon múlik itt most a csata. Mennyi volt, mennyi, hány másodperc? Ja, 6. Jó, oké, akkor már nem lövünk rá. Hoppá! Ja, oda meg nem tudok én lőni. Igen, ide nem tudok lőni. Mindig egy tank lemaradásban vagyunk. Túl sokat mozog ez a tank. Hű, na ezt bekapta rendesen most. Ajaj! No. Na basszus, érted? Bejött a tortoise. Hát viszont akkor ennek annyi. Ennek a csatának annyi. Cooler is meghal. Nem. Olé. Az igen. Na, nagyon jó cső lehajlása vannak. Mint akkor egyet se lőttem ki. Mindig bemaradt ilyen 20 HP. Nem lőttem ki egy tankot sem. Nem írja ki a menetrendél, de ott van család, ott van a hétfő, kedd, szerda, sütötök, péntek, szombat, vasárnap, ott van. Ott van, hogy mi lesz. Jól látod, hogyha kérdőjeleket látsz. Az a menetrend.
Na, jó, azt mondja, hogy mivel menjünk, mivel menjünk? TS5. Téges öttel menjünk egyet. Orosz. És a 260, azt a orosz ágat kell húzni, aminek 268 V4 a vége tankadásból, meg a svédeket. Ú, száguldunk. Azt nézd, hogy száguldunk. 25-tel. Úgy repesztünk a tankot. Ennek csökkentették a sebességét, ez nem 25 volt szerintem, több. Ez minek lövi el magát? Basszus. Hoppá, ott van más is. Arra meg nem látunk rá. Azt kigyújtották, az igen. Hát az... égett egy kicsit, isú. De egy, hát ezt kinyírták a Type 61 meg a Boraszkó, szép volt nagyon. Az egy jó húzás volt. Még itt várunk egy kicsit. Hát, hogyha van ott más is. De szerintem nem lesz. Igen, most a megint ellenfél csapata úgy van, mint mielőbb ugyanezen a pályán. Hogy nem tudják, hogy mit kell csinálni. Ezen a pályán. Nagyon nem tudják, hogy mit kell csinálni. És ez látszik is. Konkrétan futni kell a sebzésért. Már megint. Hát, ez nem jött ki neked jól, haver. Hűha, ezek elfogytak, srácok. Ezek nagyon elfogytak. TS5-tel mindig máshol megyek, mert ez nagyon kemény ez a tank. Ezzel bátran lehet menni. Ha van support, akkor bárhova lehet menni vele.
1 mínusz, 2 mínusz. 1 mínusz. Kitárazott. Jó, hát ebben ennyi volt nekünk, ennyi sebzés. Hát ez csúnya meccs lett. Igen, igen, igen. Igen, Szabi. Tankvadász alatt a páncélvadászt értem. A pontok azok mit jelentenek? Hát, hogy egymás alatt legyenek a kérdőjelek, a kiegészítés. Ó, 250 bondot kaptunk. Parancsnokság hálás a harctéren nyújtott tökéletes teljesítményedé. 6000 győzelmem van a játékban. Igen, mondjuk most ez egy elég sikeres menetelés amúgy. Jó sok lóvét kapok, bár már nincs booster, de kapunk. ...400, 388, 367, 423, 406. Tök jó egy 400-as ágyútól amúgy. Ezek jó sebzések voltak vele. Nem tudom, ez jó volt ez a tank, szerintem ezzel menjünk még egyet. Szia kalapács, hello! Ül a kredit. Ja, van. 1 millió 6 héttel kezdtük, vagy most 3 millió 140 van, úgyhogy már 1 millió 7-et összefarmoltunk majd. De hogy 1 millió 5-öt majdnem mindjárt. Most ezzel a csatával 1 millió 5 meg lesz. Tényleg 6 TD van a csatában, az igen. És nincs light. Az igen. Nincs light tank, srácok. Mi durva már. Köszi. Köszi cooler. Hogyha nem a helyemre mész. Hogyha nem így fordulsz el jobbra. De elfordult. Rajtatok meg akkor. Akkor jó van akkor. Akkor jövünk ide meghalni. Kb. Nincs ott senki. Ott volt valaki. Nem porzott. No, 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 no. T-103. Hol lehet a T-103? Honnan lőtt rá a T-103? Onnan. Ott van.
Hát Snoking nekem mindenképpen meg lesz, mert ha ameddig eljutok, a többit megveszem. Tehát ha 50%-ig jutok, akkor 50%-osan megveszem. Úgyhogy nekem meg lesz, nekem az kell az a tank. Az kell az a tank. Van rengeteg a TD, basszus. Szarnak, hogy nincs cső lehajlása. Az igen, vannak egy páran itt, azt nézd. Hoppáré. Az jó nagyot kapott. Itt fog kijönni az udes. Itt van már valahol az udes. Már lát. Más nem láthat, csak azért tudom. És nem lövi el magát. Ott van fönt. Azt még nem gondoltam volna, hogy ott van. Arra innen rá sem fogok látni, nem? Ja, biztos, hogy nem. Mindenki egy oldalra ment. Igen. Hát ide Art is se tud belőni, meg semmi. Udes meg rám nem tud úgy lőni, hogy belőjön, mert nem úgy áll a tankom. Hát itt nem sok babér fog nekünk teremni. Hogy látom. Jó, hogy itt egy T-95. Ja, azt hittem még a Scorpio van itt. De rámennék arra amúgy. Rá is megyek. Viccelsz. Viccelsz, bolondozó. Így, így. No. Helyes. Szép. Nagyon szép T-95. Na, már csak 4 TD-jük van. Ez az rás lefelé 34, 36, azt a száguldás van. 36. Á, már lassulunk. Gyerünk, rásoljuk le őket. Kíváncsi vagyok, hogy T-103-ban vagy valami olyanban, amit nem láttunk, tankot lőttem el egyébként. Nem, egyiket se találtam el. Hát én oda biztos már föl nem megyek, mert oda nem tudok fölmenni már.
Szóval itt erre nézünk. Mire fölérek, lelőnek mindenkit. Ó, oh yes, ki is gyújtottam. Ez az. Na, valaki más meg kilőtte. Jó. Már csak az arti van hátra. Jó, nem volt ez rossz. Szágúdás, TS5 szerelem, jaja. Tényleg. Hát... ez egy közepesen rossz kör volt. Sajnos. Ó! Oh, én fedeztem fel az artit. Megy meghalni. Úgy van. Én is ezt csináltam volna. Hát ez is egy jó kör volt, ismételten. Biztos nem találtunk el semmit? Ja igen, volt egy lepattanunk ettől. Ezt patoltuk. Igen, ebbe egyet lőttünk, az ki is gyulladt. A Skodába kettőt lőttünk, meg az STRVS1-be is kettőt lőttünk. Ja, de várjál, 2048, meg 1007 volt, nem? Igen. Akkor... de minden sebzésünk rajta van. Na mindegy. Mindegy, mindegy. Milyen Skoda? Skoda T50. Ja, minket külön raktak, tényleg? Az egyes szakaszt külön rakták, sarokba. Tényleg külön raktak minket a többiektől. Túl OP játékosok vagyunk a többiekhez képest, úgyhogy minket külön raktak. Na, itt amúgy itt nagyon nem jó. Ez a pálya egy TD-nek sajnos. Főleg ez az oldal. A másik oldal még csak-csak, de ez... van, ráadásul van két arti is. Ami külön nehezíti a dolgokat. Az igen. Az az E4, az kapja. Jaj, basszus, na, lőnöm kellett volna, csak pont nem fogtam az egeret. Aj, szikla! Itt tartom az egeret, hogyha esetleg előre jönne. Nem, szikla. Sziklát lövök, a szikla meghalt már kétszer. Mióta játszok a játékkal? Lassan 2 éve. A szikla már meghalt. Teljesen. Meg a kerék nincs fék. Freeman 1972 Hun. Hello! Semmi személyes. Jó, jó felé nézek. Olyan sok a fa, hogy
Egyszerűen nem tudom, hogy hova kell nézni. Nem tudok lőni? Nem. De. Az igen. Lövünk egyet úgyis mindegy, mert eltaláljuk vagy nem, nem tök mind. Ojaj! Nem mondod! Retkes szuszász 30, takarodj már innen. Hű, ezek itt bejöttek viszont. Ezek egy kicsit itt vannak. Na, ezek itt megindulnak, vagy mi van már? Induljatok meg. Hát, csak még nullát lőttem. Mi van már? Azzal tudsz lőni, az ostrom móddal. A dombon lévők nem indulnak, meg sose amúgy. Kitől félnek még? Na végre már valamit ellőttem. Hát azt nem találtuk el. Na jó, hogyha ők nem mennek, akkor én megyek. Ennyi. De azok most mire várnak ott tényleg? Azt hittem nem lövöm el. Ment meg fulladni. Köd már magadat. De kemény vagy mi? Na, a végén csak szereztem már egy picit. Egy nagyon picit. Nem sokat, de egy kicsit azért sikerült. Semmis is meg... Ja, ez a Pascucci, igen. Pascucci medál, igen. Ez se volt rossz. STRV-vel, akkor megyünk egyet, mutatom, ez a Siege mód hogy működik. Fuck.
Ez mondjuk pont nem az én pályám, az STRV-vel, de... Hát jó. Ami ez is akkor, akkor ezt a távolságot nézzétek meg innentől idáig, meg ezt a távolságot nézzétek meg innentől idáig. Tehát mi, ha itt megállunk, ennek a domnak a tetején, akkor ezeket a TD-ket, akik itt állnak, nem spotoljuk föl. De ha ők itt megállnak, és ide állok, simán felspotolnak és rommá lőnek. Tehát ez is fura ez a pálya elrendezés amúgy. Léci, lőjétek ki, léci, 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 léci. Boraszkót, lőjétek ki. Nem lövi ki senki? Nem tudjátok hátba... Ja, Istenem. Nem tudják hátba lőni a boraszkót. Fölment, hát nem hiszem el. Az art is ide fog lőni. Milyen annyira nekem nem tetszik az él. Hát most jelen pillanatban, ja, nem tudom, meg tudom mutatni. Tehát ha mozgatom a tankot, akkor össze-vissza. Tehát ez az utazó mód, ilyenkor nagyon gyors, ez pedig a célzó mód. Ilyenkor nem esik szét a célzókör, meg tudod mozgatni a tankot. Ilyen hidraulikusa. Lánctalp szerkezete. Gyere föl nyugodtan, nem bántalak. Csak kicsit. Az a meg azt jelenti az 1-3, hogy 1,3 másodperc alatt tudsz váltani az utazó mód és az ostrom mód között. Ez annyit jelent csak, semmi mást. Hát az meghalt. Hát akkor menjünk mi is oda szerintem. 2 másodperc alatt áll át ostrom módra, azaz a 2, most a 2 másodperc. What? 4, 3, 2, 1. Ez csak kritikus lövök neki. Aha, persze. Rohadjál meg. Petkes arti. Ennyi. Nem baj, ennyi volt. Ez a tank, ez így működik. Itt még a végén lehet itt a múltvesztés. KV4-et nem ütik át, ez komoly. Nézzem, amit művelnek. Ja, Istenem.
Ó, Istenem. Na nézzük, figyelj! Mi történik? Jaj, mi történik? Jaj, mi történik? Uff! Oh, nyilván mi történik! Ez bukó lesz ez a meccs. Mentünk a Suszász 30-al. De megyünk vele még egyet, nyilván. Nincs. Nincs. Prémium utakot nem lehet fejleszteni. Az ahogy van, úgy kapod meg. Jajjaj. Azt figyeljétek. Na, menni fog a harc a bokorért. Nem. Nem, viszont elvesztettük elég durván a... A hegyet, te jó Isten, a várat hogy elvesztettük? Az kemény. Volt egy várunk. 0-2. Ez jó csata lesz. Spotoltast fel magad, légy szíves. Hát, hogyha kilőnek engem miattad. Azaz. Menj innen. Menj már az anyádba innen.
Jó a trade, jó a trade. Tetszik. Az a Scorpio, az lement. Azt láttátok, hogy lement a Scorpio? Mindegy, láncolás is jó volt. Ha ezek itt felfognak, egy picit jönni lehet ránk. Szóval annak a T-34-nek nagyon kéne halnia. Mert itt ezek itt felnyomják. Talán. Jujj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 
Ó, mekkora mákom volt. Elci, spotoljál már, légy szíves, az anyádat. Tudod, hogy hogy fosok? Nagyon. Ne, Skorpión, ne. Nem találtuk el. Nem baj, meghal. Szia Krisztián, hello. IS-3 már van, eladva van. De van. ezerkétszáz. Megint, srácok. Az igen. Az összehoztuk. Hát ez nem így nézett ki. Ez a csata. Szép robbantás volt. Nem tudom, hogy ide jövök, akkor mennyire fog engem ez elkezdeni gyepálni. De hát ide jövök, aztán majd rögtön tolatok, ahogy lövök egyet. Már jön is. Á, nem, király, cooler kiszedte. Nagyon szép. Hát srácok, ez király volt. Hogy lehoztuk ahhoz képest? Igen, pedig nem így nézett ki, Levi. Nagyon kemény. Fú, ez nagyon király volt, srácok, ez a csata. Mennyire vesztésre álltunk. De milyen durván vesztésre álltunk az elején, meg a közepén is még. Azt a mindenit neki. Hát nem gondoltam volna. Ez kegyetlen király volt. Mesterlövész. Nagy kaliber. 4200, ez akkor volt blindom is. Ja nem. De nem tudom. Nem tudom, mindegy. 4200. Majdnem meg lett vele a tankász. Basszus. Biztos nem kellett volna sok a tankászhoz. Így. 5500 kombinált. Az igen. Első hármak vagyunk a szakasz sebzésbe, az szép. Ez nagyon kegyetlen csata volt. Megint 118 000 kredit, úgyhogy nem megy booster.
Hát ez kemény volt. Na jól van. Köszönöm srácok a szakaszt. Eszméletlen király volt. Nyomhatjuk majd máskor is, mert hát kell a kredit. Most 3.400.000 van. Igazából ezen kellene majd fejlesztenem egy kicsit. És akkor ezt is el tudom adni. Nem is kell sokat egyébként. Ezt is el tudom majd adni. Ezt a GV Tigert. Mennyiért? Ez már 8-as tank, ez már egész sokat ér. 1.400.000-ért. Na az jó lesz. Tehát ezt fejlesztenem kell mindenképpen. Meg amit még fejlesztenem kell, és utána azt is el tudom adni. Mondjuk az még nagyon odébb van, hogy el tudjam adni. De a C59, mondjuk abban még nagyon sok kellene. Ja, fú, 136.000 XP, 4. 134.000 XP, hát az nem mostanában lesz meg. Mindegy, úgyhogy lesz majd még kreditünk. Ugye nyilván most az artit kell majd egy kicsit megnyomni, hogy az a 16.000 XP az nagyon gyorsan össze fog rá gyűlni, ez összegyűjjön rá, és akkor el lehet adni 1.400.000-ért, akkor már megint nyertünk 1.400.000-et, akkor már közel 5 milliónk van, és akkor abból azért már lehet így gazdálkodni, veszünk mindenféle cuccot, amit majd le lesz árazva, úgyhogy jó, jó lesz. Meg max eladom még a Defendert, 1.900.000, meg eladom a E75 TS-t, 1.800.000, úgyhogy ezek a E75 TS-re nem is játszok semmit. Semmilyen szinten nem játszok vele az E75 TS-sel, szóval majd ha kell, akkor visszaveszem, de egyébként ha nem játszok vele, akkor meg minek van ott, nem? Akkor inkább legyen olyan tank, amivel fogok játszani. Úgyis bármikor vissza tudom venni, mert ez ilyen speciális prémium tank, ami ugye, hogy nem kapható in-game aranyért, azokat bármikor vissza tudod venni végtelen ideig lehet a garázsba eladva, mint az IS-3A-m is szerintem már, vagy más, mi jó, 2019, hát egy éve már, bő egy éve, hopp, ez nem az, 2019, nem tudom, február óta, kb. Január el van adva, visszaállítás, ja, itt is van, az IS-3, hát van egy pár tank, amit így eladtam, legyen kredit, de hát ezek olyanok, amit úgysem használnék, szóval. Na jó, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez az élőadás, én nagyon élveztem, tök jót mentünk, 28 csatából 16-ot nyertünk, az király, az nagyon jó arány, 28 csatából 16, ahhoz, hogy pont 50% legyen, 32-t kellett volna mennünk csatát, és nem is nyerni többet, tehát ez így tök jó, átlagsebzésem 1700, teljesen jó saját magamhoz képest. 28 csata alatt az átlag sebzés az 2, vagy átlag megsemmisített tank 2,06. Tehát minden csatába kilőttem két tankot, az is szép. Na, úgyhogy átlagon felül teljesítettem magamhoz képest. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. És ha nem szeretnék lemaradni még a további tartalmakról, ami történik majd a csatornán, akkor pedig iratkozzatok fel, és a kis csengőt is nyomjátok be, mert anélkül meg nem küld a YouTube értesítést. Azzal se, de anélkül biztos, hogy nem fog a csengő meg a kis pipa nélkül. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok, köszönök mindent, jó éjszakát kívánok, jó pihenést nektek, és akkor találkozunk valamikor. Még egyszer köszi, sziasztok, jó éjszakát!